Hát tiszteletem mindenkinek, közeledő, azaz holnapi pulykanap alkalmából. És hagyj mutassam meg nektek, hogy így november végén milyen idő van. Úgyhogy, hát ez is Florida. Egyébként fönn északon, ugye mondja hírekbe, meg Évi is nézte, óriási hóviharok vannak, meg várhatóak is. De hát mi azért itt elviseljük, ugye a telep. Na hol vagy? Hol a Évi? Mindjárt azt mondja, selejtező a iratokat. Ilyen szabad elfoglalság van neki, ma pihenőnapos. Úgyhogy, na hát szóval itt tevékenykedett ma egy kicsit, itt ezt a hátsó részt rendbe rakta, lefújta, stb. Szóval, tehát az ott még, majd holnap megyek oda, azt a részt csinálom. Na jó, szóval. Na hát így egyben le is vettem nektek itt a ebédlőt, és gyerünk irány a konyha. Én nézzetek, mi van itt előkészítve. Hát az már rossz nem lehet, ugye? Ami ez a látvány. És hát Évi ide rakott egy papírt, hogy a Story of the First Thanksgiving majd mindjárt jön és elmondja nektek, jó? Egy pillanat, megvárjuk. Tessék! Kamera megy. Ezt a Sophie-ék tanulták az iskolába. Szóval leírták nekik, hogy mi volt a Thanksgivingnek a hálaadásnak a napjának a története végül is. Az, hogy voltak a pilgrimek, akik 1620-ban a nagy hajón, aminek az volt a neve, hogy Mayflower, igen. Beérkeztek Amerikába, Massachusettsbe. Bostonba. 101, Massachusetts. És 101 pilgrim volt a hajón, és nagyon éheztek, meg... Na, egy pillanat, hogy belevágok a szabadba. Kik a pilgrimek? Hollandok. Azt ha jól tudom. Ja, oké. Okay. Én nem tudom. Na mindegy, jöttek a hajóval, megérkeztek, tél volt, és piszkosul fáztak, meg mindent, és ahol ők landoltak azon a száraz földön, ott volt egy éltek emberek, és az volt a nevük, hogy Wampanoag, indiánok. Valami, ja. És egy indián törzs. Ők tudták, hogy hogyan kell a tél ellen védekezni, meg minden, és segítették őket a hideg ellen, adtak nekik ősz bőréből készült ruhákat, meg minden, szóval így átteleltek, és mi a fene? De attól függetlenül sokan meghaltak, de amikor jött a tavasz... Több, mint a fele. Akkor azt hiszem úgy van, hogy a száz, nem tudom mennyi, és 62-en maradtak életben tavasz, még mikor kitavaszodott. Ja, és amikor meg kitavaszodott, akkor meg nem tudták, hogy hogyan csináljanak kaját. A mezőgazdaságot. És akkor ezek megmutatták neki, hogy hogyan kell... Földművelést. Földművelés, meg hogyan kell vadászni, meg minden. Kukoricát... ültetni, sütőtököt. És amikor meg jött az ősz, akkor összeültek ezekkel a indiánokkal, igen. És hálát adtak nekik, meg a saját maguknak is, hogy túlélték, és attól kezdve lett egy ilyen szokás ez, hogy ez a Thanksgivingnek a napja, és így ünneplik meg. Tehát egy nagy ünnepség volt, ahol mindenki elhozta a saját termését, bujkát, ugye sütöttek, és mellé krumplit, kukoricát, sütőtököt, stb. Hát és ennek a hagyomány babot. Szóval végül is nagy na most egy darabig ők aztán... Na ennyi volt. Ez. És a gyerekek ezt tanulják most az iskolában. Na most ami a szomorú dolog, és majd vagyok én is, hogy egy későbbi generáció, bevándorló generáció ezt a törzset aztán a föld színéről eltörölték, tehát kiirtották őket sajnos. Na, ennyi volt. Ez a háladás napjának a rövid története volt. A mi történetünk pedig ott folytatódik, hogy én is elmondok két igaz történetet, magyar vonatkozású.
mégpedig a Jani bácsi és a kapálás története a kukorica földön, szintén ő is kukoricát termelt, és egyben ugye a legelső magyar UFO, ahogy Magyarországra megérkeztek az első UFO-k, tehát az idegenek, a marslakók landoltak, ugye Kiskunfélegyháza mellett nem messze az egyik tanya közelébe, és hát a Jani bácsi ezt mind végignézte, ahogy leszálltak, és olyan ideges lett, hogy nem bírt magával. Hát aztán persze leszállt a csészel, kiszállnak a három marslakó, és mindjárt mennek oda Jani bácsihoz, és mondják neki, hogy magyarul, megszólaltak magyarul, hogy üdvözlünk, kedves magyar ember, földlakó, mi a marsról jöttünk, békével, békés szándékkal, és szeretnénk barátságot kötni veletek emberekkel, és reméljük, hogy ez nem okoz semmi problémát, és mindazáltal ugye a kommunikáció nagyon könnyű lesz, ugyanis ezek másfél méter magas emberek voltak, ezek a marslakók, ugyanis úgy látom, hogy mi egyforma magasak vagyunk. Tehát így szemtől szembe tudunk beszélgetni. Hát Jani bácsi végig hallgatja illedelmesen a beszédet, és akkor azt mondja nekik, hogy hát igen, köszönöm szépen, én is üdvözöllek benneteket, marslakok itt a földbolygón, itt a tanyám közelében a kukorica. Tudjátok, most kapáltam egy kicsit, és mindennel egyetértek, amit mondotok, én is békés szándékkal vagyok felétek, csak egy dologban tévedtetek. Mi nem vagyunk egyforma magasak, ugyanis én most éppen szarok. Na, Évi erre nem számított, úgyhogy kifeküdt. Aztán gyorsan még egyet elmondok egy Jani bácsit. Ugye kiment kora reggel a földekre, ő is vitte a tarisznyáját, volt benne kenyér, hagyma meg szalonna. Aztán, hát ugye eljött a dél. Ja, és közben a suhancok is kimentek, aztán azt mondja, hogy vicceljük meg a Jani bácsit, együk meg a szalonnáját. Hát, öreg nem figyelt, ugye messze volt, kukorica sorok közt. Ugye egyelte, horolta a kukoricát, és a suhancok megették a szalonnát. Persze elbújtak, és várták, hogy mi lesz a hatás. Jött az öreg, leakasztotta a faágról a risznyát, leült, jó ízűen megette a kenyeret, a hagymát, megitta rá a bort, aztán kész, visszaakasztotta a tarisznyát, az még egy kicsit ott kutatott benne, aztán egy legyintett egyet. Ezt közben a gyerekek meg előjöttek. Aztán azt mondja az öreg, hé, suhancok, melyiknek zabálta meg a szalonnámat? Persze, nagy csönd van. Na, nincs semmi baj, azt mondja, mert nem akartam megenni, csak azt mondja, tudjátok, ilyen kurva nagy aranyerem van, és amikor kapálok, beizzadok, és azzal szoktam kenegetni a valagamat. Na persze, erre elkezdtek okádni. Nos, ezután a rengeteg monológ után rátérünk itt a lényegre, hogy kipróbáljuk ezt a nagyon híres japán kések ezek? Igen, azt hiszem, no, nem. Ha? Azt hiszem svájci. Milyen? A színesek? Ja. Szerintem hát ez nem vitte. Svájci. Svájci? Svájci. Hát, nem volt túl éles, legalábbis. Szóval ez nagyon híres brokkolit fogunk most megsztímolni, a sztímolás. Éles ez te. Éles ez. Ó, oda néz. Hát igen. Ó, jó van. Meg vagyok vele elégedve. Ja. Na jó, de hát nem áll kezemre ez a fajta kés nekem.
Jó, tehát ilyen ekkorákra feldarabolom. És a lényeg, hogy fel fogom gőzölni. Oké? Okay? Ilyen átmossuk jól. Oké, okay, és már is. Ebben víz van, egyszerű víz. Ima. Ennek az alja ugye lukacsos. Szépen megsztímoljuk, meggőzöljük. Oké? Okay. Na, kész a kocsit? Remélem. Valószínű. Nos, akkor kezdjük. Végre. El kellett szaladni egy helyre, a kocsi, Évi kocsiját felvenni. Készen van. A lényeg, hogy összevágtam egy közepes fej vörös hagymát apróra, fél zöld paprikát, két gerec fokhagymát lereszeltem, két szár répa, egy szár zeller, petrezselyem, két kis szár zeller, nem is tudom miért mondják, halványító zeller, és hát egy közepes fej, na, cauliflower, mi az? Karfiol, cauliflower. Ilyen hülye neve van. Oké, okay, és akkor mutatom, hogy mit csinálunk. Oké, okay, bármilyen olaj, úgy értem, bármilyen szőlőmagolajat használok, hát most már megszokjátok tőlem. Ugye 3-4 evőkanálnyi, és vagy zöldségolaj, vagy pedig napraforgóolaj. Kicsit felhevítjük, beletesszük a vöröshagymát, és a zöld paprikát. Kicsit megdísztelem, megpuhítom. A fokhagymával még egy kicsit várok. Jó, hát amíg pirulnak itt a dolgok, most már vannak ezek a színes dolgok, gyerekek, és tényleg jó ez a kés. Ja, ezek a pucolók is. Én eleinte nem voltam oda ezekért az ilyen színes, ilyen-olyan-amolyan csiricsári színek, de ezek annyira finom, jó anyagok. Két recés van közte, és van két ilyen. Sima, éles, nagyon éles egyébként. És próbálgép, ezzel daraboltam mindent fel. Nem csak kamu hülyeségből. Ja, szóval kis reszelő. Szeretem, kezdem megszeretni ezeket. Jó, és akkor bele húzzuk a fokhagymát is. 2-3 perc múlva, hogy a fokhagyma ugye már kidobta az illatát. Ide készítsük a zöldséget egyenlőre. Piros paprika, tehát ez a magyar hagyományok szerint készül. Megnéztem. Hát egy olyan lapos evőkanálnyit. Ugye, ide beletettem, és elkeverem, és azonnal ráborítom a zöldséget, amelyet aztán már is keverek, és dísztelem tovább a zöldségeket. Együtt. Most ezt kivételesen addig dínsztelem, és magyarul sütöm, amíg a répán, a sárga répán látok ilyen pörkösödési nyomokat, gyerekek, fontos. Vigyétek el. Látod, nem ég meg a paprika, mivel annyi nedvességet viszont már kienged az őség. És nézzetek oda, már is egy kicsit megpuhult, és kicsit összebb is zsugorodott. A hagyma szinte már eltűnt, ugye? Jó, na most még meg is bíztatom azzal, hogy én teszek bele úgynevezett delikát, amit egy kis MSG-t, ami persze ebben nincsen MSG, megnéztem. Viszont van benne egy olyan szer, ami biztos nagyon jó. Na, mindjárt megmondom mi az, csak most nem érek rá. Jó. Természetesen ez só volt. Erre 90%-a szerintem só. Fekete bors. Kirítjuk. De jó volt. Jó, és akkor most már fel lehet önteni. Oké. Okay. Megvárjuk, míg elkezd forni. Ez ilyen falusiasan van készítve. Kicsit ilyen vidékiesen, ami természetesen nem baj.
ugye ők is otthon is tettek bele delikátot, vagy vegetát. Podravka, emlékeztek Podravkára? Na, itt van egy szer benne, ami megnyerte a tetszésemet. A maltodextrin, az biztos nagyon finom, ugye? Kukoricából készítették. Akkor jézt, élesztő, hagyma, por, chicken leves, por, garlic, tehát fokhagyma, por, turmeric, extract, ez valami szín, gondolom az a sárga, fehérbors, zöldség, és zeller, meg egyéb ilyen fűszerek. Hát szóval, ez. Jó ez. Ettől hízik a magyar, az ilyesmitől, meg bolondul meg. Jó, és miután felfort, beletesszük a karfiolióskákat, aminek kérem szépen, mikor elkezd főni, olyan szaga van, gyerekek, mint egy jól nevelt 3 hetes katona zokninak, de ne törődjetek vele. Ha büdös egy kicsit, az amíg semmi baj nincs. Ugyanan büdös, mint a, ez itt a brokkoli is, kérem, fingani is lehet tőle, gyomolyakat, úgyhogy készüljetek fel a legrosszabbra. Paplanokat le kell majd kötözni egy kicsit. Jó, ide készítek egy kis lisztecskét, mennyi az 3 évek alá, van annyi? Annyi, ugye? Van. Jó, szóval nem kell. Oké, mindjárt megtöltsük. Ó, gyerekek, ide nézzetek, birkalápszá. Úgy terveztem, hogy még ma odarakod, de már nincs kedvem. Úgyhogy fáradt vagyok. Holnap szabadnapos vagyok, úgyhogy meg lesz csinálva. Vörösboros birka pörkölt. Na, kicsit kizökkentem. Mondom, vigye hátra a másik hűtőbe. Szóval a következő. Tehát a 2-3 evőkanál mi a fene? Liszt, durva 3, jó 3 evőkanál. Én szeretem, ha van benne jó sok. Mi a fene? Tejföl. Ott teszek rá egy pohár langyos vizet. Belefér, nyugodtan. És szépen csomómentesre elkeverem az egészet. És egyelőre ezzel várunk teljesen. Megpuhítjuk a fazékba, ami van. Szuszuka liheg, várja a kaját. Azt hallani be, ha hallatszik. A lihegés. Melege van. Ja, most volt ki, akkor. Jó. Na most, van itt nekem ilyen, ez a szárzeller, vagy halványító zeller, a gyangol zellernek, ugye a zöldje, a levele. Ezt gyönyörűen így összevágom, gyerekek, így. És ez még szépen, ugye. Évi eteti a kutyákat. Akartok nézni egy kutyaetetést? Szóval kapnak ilyen pedigrét. Akkor mi van még itt? Ez a rúd. Igen. Ebben nincs kemikol, gyerekek. Ez naturális ilyen dolgok. Zöldség, Isten tudja mi. Milyen húsokból van. Jó illata van egyébként, só nincs benne, se fűszer, semmi, és ez a kajájuk. Nos, elérkezett a várva várt pillanat, kérem. Megfőtt minden zöldség. Főkiegyenlítés. Felfőzzük. Még majd egy kis petrezselyem zöldje jöhet. Remélem jó a kép. Mindjárt besűrűsödik egy kicsit. Ha nagyon besűrűsödne, lehet hígítani. És a végén egy kis petrezselyem zöldjét ráteszünk.
Mit fogunk enni ehhez a leveshez, kérem? Itt van palacsintát. Mit szózok hozzá? Palacsintát. Tehát két kupa palacsinta, vagyis két pohár, palacsinta por, egyelőre egy pohár víz. Szépen elkeverjük. Vagyis waffelt fogunk kenni, vagyis magyarul gofri, vagy ki minek hívja. Érdekes, ugye? Igen. Teljesen simára, ugye? És nem használok gépet. Ez nem ugyanaz a keverék, mint a magyar paracsinta keverék, ugyanis ez ilyen fluffy, így, mikor sütöd, akkor ilyen levegős lesz. Ez az amerikai paracsinta, amiben szintén waffelt, vagyis gofrit is lehet készíteni. Oké? De most egy kicsit másképp csináljuk. Tehát, só, ilyen, először bors, fekete bors. Érdekes, ugye? Kömény mag, egy pici. Nem sok. És só. Oké, egy kevés só. És elkeverjük. De ülgatala már. Fokhagymát majdnem kihagytam. Egy kis fokhagyma granulátum. Ilyen. És most van készen a keverékünk egyenlőre, és most jön az érdekes rész. Amire azt szokod mondani, hogy ennél a résznél nem voltam észnél. Na mit szóltok hozzá? Persze nagyon-nagyon puhára van megfőzve a brokkoli. Irtózatosan puhára, látjátok, már ilyen krémszerű lett az egész. Jó. Alright. Oké. Gopri sütő előmelegítve. Még egy kicsit, nem sokat. Oké. Okay. Jó. Lecsúsz. Rendkívül érdekes illatok vannak, gyerekek. Ugye mondtam, hogy a paprant le kell kötözni, azt mondja, az Évi minek? Hát mondom, hogy a szellentésektől ugye felrepül a papran, akkor legyen, ami leszorítsa. Ugyanakkor ugye, ha van férj és feleség, ilyen esetben tanácsos az, hogy háttal aludjanak egymásnak, és az ablak legalább egy kicsit ki legyen nyitva, ugye, szellőzőre. Most ott lesz kettőnk között az úszik. Ez muszáj így elmondanom, mert ilyen ételeknél ez egy fontos információ. Karfiol, brokkoli, együtt fokhagyma, ilyesmi, gyerekek. Sőt, még hogyha volna benne egy kis főtt tojás is, akkor meg pláne. Na, szóval, tálalása úgy történik, hogy ezt így simán, csak így a ollóval elvágom, Évi szedi a levest. Egy kis tésztát teszünk azért a leveshez. Van már megfőve. Na, szóval Évi szedi a... Jó, és akkor már csak a levéből. Ez a tiéd? Ez a tiéd? Enyém lesz, igen. Most jön a Évi adag. Leszek túl sokat. Van. Szóval, ez nem kötelező. Parmezsán vagy románó. Egy kevés tiédet, tegyek egy kicsit? Nagyon kicsit. Tegyek? Jó. Ennyi? Jó, kérem. Rövid kóstolás itt a helyszínen. Már annyira kihűlt, hogy kóstolhatóvá vált. Remélem. Nagyon röviden mondom, mindenki évet már ugye karfiol levest zöldségekkel, jó sok zöldséggel,
kis tésztával, parmezsánnal, tökéletes. Én sortlannak érzem, Évi azt fogja rám mondani, hogy nem sózunk. Kérek egy olyan gofri darabot? Ja, tegyük ide. És akkor ezt így, gondolod, nem raksz vele tésztát, vagy valami, hát így, ugye itt van ez a gofri, nem teszünk rá semmit, tökéletesen átsült, a brokkolis gofri. Ezt akarom, hogy a Évi kóstolja meg. Na, nézd csak meg, milyen. Meglepő, meglepő dolog, kérem, meglepő. Hogy mennyire finom? Ezt magyar palacsinta tésztával is meg lehet csinálni, majd mindjárt megnézem. Szóval azt ki kell sütni. Na milyen? Ugye, hogy jó? Így a leveshez? Ja. Krumpli leveshez, bármihez, vagy csak így magába, gyerekek. Nem érzel benne cukrot, semmit. Hát ennyi voltam. A birka pörköltezés elmarad, már késő van. Alright, köszönöm, hogy megnéztétek videót. Évi is elköszön. Szia, szia. Köszönöm. Bye-bye!